Szép estét kívánok, kedves nézőink! 10. alkalommal rendezték meg a Szent István Művelődési Házban azt a jótékonysági estet, amely azt a célt szolgálja, hogy a határon túli barátainkon segíthessünk így advent idején. Ebben az esztendőben is természetesen megtisztelte jelenlétével Spány Antal megyes püspök úr, Steinbach József református püspök és Somogyi László református lelkészi elnök ezt a rendezvényt, és nagyszerű közreműködőket sikerült megnyerni, hiszen itt volt velünk Hűvösvölgyi Ildikó, Szórák Katalin, sorolhatnám, és természetesen azok a bács kossuthfalvi gyermekek és bácskertesi fiatalok is, akiknek a javára szolgál ez a jótékonysági est, és borzasztóan szerencsések vagyunk, már mosolygok, hiszen egy olyan vendégem van ma este, aki a maga nemében ritka, Prutáni Oszkár Paul, aki Gyimes Felsőlokról jött. Egy igazi gyimesi csángó kisrác. Szervusz! Jó estét kívánok minden kedves nézőnek! Nos, kedves barátom, megbeszéltük, hogy tegeződünk, úgyhogy ez így lesz rendjén, és van neked egy kalapod, de ahogy itt kerestük Nagy Zolival, úgy tűnik, hogy elveszett, de majd megtaláljuk, ott van a művelődési házban. Ugyanis szerettem volna elkérni tőled, hogy megemelhessem előtted, ezt jelképesen én most megteszem. Megteszem azért, mert hogy elvarázsoltál bennünket. Nem csak engem, hanem mindenkit, aki ott volt. Ilyen ízesen, gyönyörűséges magyar nyelven mesét, verset mondani, egy kányádi verset mondtál, és a nézőknek már is mondom, hogy érdemes majd figyelni a műsorunkat, hiszen ez a vers majd szerepelni fog a későbbiekben, hiszen a teljes műsort bemutatjuk, ezt ígérem. Nos, kedves Oszi barátom, beszéljünk rólad, beszéljünk arról a településről, ahol te felnőttél és megtanultál magyarul, méghozzá úgy tanultál meg, hogy azt hiszem, hogy csodájára járunk itt Székesfehérváron. Meséld, melyik az a történet, melyik volt az az első pillanat, amikor azt mondtad, hogy ez a magyar nyelv, ez a tiéd? Hát én legelőször első osztályos koromban szavoltam, amikor 7 éves voltam, akkor a Cinegát cipőjá című versét adtam elő egy szólóversenyen, ami az iskolába került megrendezésre, és hát ott egyben az első díjat el is hittem az első szólóversenyemen, és azóta úgy kezdtem úgy szavolgatni, és ezelőtt 2-3 évvel voltam egy országos mesevetélkedőn, ott elnyertem a 4. díjat, és voltam a 2015-ben a versenyen Csíkcsomortánban került megrendezésre, és ott első díjat nyertem a követte, az elszét követte Kanyadi Sándortól. Beszéljünk arról egy kicsit, hogy ki volt az a tanító, aki azt mondta, hogy te arra születtél, hogy mesét mondj nekünk, felnőtteknek. Hát így konkrétan senki sem mondta, vagyis hát a várstáborban aztán én is hallottam a Kubik Annától, meg a Rúboldelentől, hogy hát én erre születtem, de úgy másképp otthon senki sem mondta, de a személyes egészítem az anyukám volt, mert ő tanítónő, és ő indította be nekem ezt a úgymond karriert. Édesapád román, édesanyád csángó. Te pedig azt mondod, hogy te magyar vagy. Így igaz? Igen. Miért? Hát én úgy érzem, hogy inkább az a vén folyik bennem a magyar. És hát ugye, hogy Gyimes Felsőlokon lakuk, és ott sok a magyar, tehát egy-két román van, csak rendőrök, és hát úgyis jobb magyarnak lenni, szerintem. Mikor gondoltál először arra, hogy jó magyarnak lenni? Mikor? Hát amikor kisebb voltam, ugye ez még nem volt meg bennem, hogy nem most magyar vagyok, vagy román, de úgy azelőtt úgy a nyáron kezdett ezzel foglalkoztatni, hogy na akkor én most igazából mi is vagyok, román vagy magyar vagy. Gondolkodtál rajta? Igen. És a barátaidnak elmondtad, hogy te ezen gondolkodsz? Nem. Tényleg, kik a barátaid? Sok barátod van, gondolom. Igen, vannak az osztálytársaim, és hát az egyik osztálytársam az egyik legjobb barátom. Sok barátod van rajta kívül is. Jó barátkozós típus vagy, ugye? Igen. Te vagy a főnök a barátságban? Vagy olyan mellé rendelt viszony van? Hát ugye nem főnök, de ugye azért nem vagyok leghátul, hanem ugye azért van szavam a bandába. Mesélj az iskoláról. Jó tanuló vagy, azt tudom. Igen, az első tanuló vagyok, szintizási médián van. És hát ugye az Árpád-házi Szent Erzsébet-Römi Katolikus Gimnáziumban járok, amit
Berszán Lajos lelki vezetőnk alapított 1998-ban, jól tudom, és hát nagyon, nagyon szeretem azt az iskolát, és nagyon megfogott engem, és nagyon-nagyon szerintem a városiak se tudják felvenni valahol, mert nem csak nekünk, nem csak az elméleti tudást adják ott át, hanem embert próbálnak faragni belőlünk abba az iskolába. És ez így van jól. Fontos neked a tanulás? Igen, mert a szakmát, amit választani akarok, oda meg kell lenni az általános tudásom. Az általános tudás mit jelent neked? Aztán utána majd a Hát szakmáról az, hogy beszélünk. mindenben legyen meg, tehát mindenben legyen valami tudásom, mindent tudjak hozzászólni. Mindenben legyen egy kicsi. Azért vannak kedvenc tantárgyaid? A földrajz, a történelem, a tánc, nagyon szeretek néptáncolni, és a magyarhoz, igen, a magyar. Jó, akkor menjünk sorba. A földrajzot miért szereted? Egyrészt a tanár úr nagyon-nagyon jól tartja meg az órát, nagyon-nagyon érdekes, amit ő tart, és nagyon-nagyon tiszteletre méltó, hogy foglalkozik velünk, és hát szerintem tudni illik, hogy azért, amikor az nagyvilágon jársz, ha jársz, akkor tudod, hogy mi hol van, vagy hol milyen folyó van, és úgy. És másképp is szeretem, hogy érdekes dolgokat tanulunk földrajzból. Értem. Szeretnéd megismerni te is a nagyvilágot? Igen. Egyik Vannak nagy olyan álmom. tájak, amit kinéztél a térképről? Hogy na ide, Hát, aztán biztos a elmegyek. leges Jamaikába szeretnék eljutni. Az a leges legkívántabb hely számomra. Tehát Közép-Amerika már is kedvenc. Aztán még hova? Mert hogy Magyarországra ugye eljutottál, meséltél róla, hogy csak átutazóban. Ugye Budapestre is nagy álmom volt, hogy egyszer alsak, de ez már megtörtént. Úgyhogy az már ki van pipával is listámon. És hát az Amerikai Egyesült Államokba is szeretnék eljutni. Akkor az ilyen dél-amerikai híres helységekre. És hát az ilyen északon nem nagyon szeretnék ott mozogni a hidegben, nem szeretem a hideget. Nem szereted? Nem. Jó, hát igazi, még szép egy garambociás diáknak egyébként mindenhova el kell jutni. Főleg, ha van kalapja és pásztorbot. Van pásztorbotod? Igen, van. Van. Egy barátom faragta. Nagyon szép lehet. A barátaidról beszéltünk már, a földrajzról nem különben, tehát megtudtuk, hogy voltak éppen, szerintem nyitva lesz majd előtted egész Amerika, Észak-Amerika, Hollywood? Igen. Hollywood? Kalifornia? New York, az minden. Biztos, hogy gyönyörűséges lenne. Közép-Amerika, Dél-Amerika, mindegy forma. Inkább maradj meg nekünk, mondom én. És akkor menjünk tovább a tantárgyakba, a történelem. Melyik történelmi kor az, amit kinéztél magadnak, és szeretsz, és foglalkozol vele? A második világháború. A második világháború? Mi az, ami felkeltette a figyelmedet? Hát az, hogy az emberek hogy élték túl, és ugye nekem a déd nagyapám, Isten nyugtassa, ő is a második világháborúban szolgált, és nagyon sok történetet mesélt nekünk, hogy az úgy, hogy történt, és hogy mint történt, és nagyon megfogott engem a második világháború, meg a kegyetlensége, és egybe a szépsége is. Mi volt a szépsége? Erre kíváncsi vagyok. Hát szerintem az, hogy az emberekből embert faragott a háború, és megtanultak, ugye nem mint most a fiatalok, hogy otthon egy gép előtt ülnek, és nem tudnak dolgozni, hanem akkor elmentek katonaságba, és ott megtanulták, hogy hogy kell embernek lenni, férfinak. Ez körülbelül olyan, amit már egyszer mondtál nekem, amíg a beszélgetésünk elején, hogy nagyon fontos, hogy megmaradj embernek, és megtanulj embernek lenni. Igen. Erre kitanított, vagy szép lassan, magadtól jött. Én is rájöttem, de a bácsink Berszános a lelki vezetőnk hangoztatta sokszor, hogy embernek megmaradni a tudás nem a lényeg, hanem az emberség a lényeg mindenben. És megmaradtál embernek. Próbálok megmaradni. Az iskolában figyelnek rád a többiek? Ugye első vagy. Igen. Első pad első. Igen, most elég irigyek voltak, hogy jöjjök Magyarországra. Irigyek voltak, főleg úgymond a vetélytársam. Az egyik lány, aki szintén jó tanuló, ő nagyon irigy volt, mert ő is szeretett volna jönni, de hát nem volt neki lehetősége, és úgy mindenki irigy. Megvigasztaltad, hogy se baj, majd egyszer jöttök mindketten? Nem. Szép lány? Úgy közepes. Mi mindent csinálsz még a tanuláson kívül? A magyarról majd később beszélünk, mert a versekről. Én amikor az iskolából hazaérek, akkor az első dolgom, hogy eszek.
Utána átöltözök, és akkor fogok neki tanulni. Az olyan 4 óra tájt fogok neki tanulni, és olyan este 7-8-ig az megy a tanulás. Tehát sokat tanulsz. Függetlenül attól, hogy gyorsan tanulsz, gondolom én. Gyorsan tanulsz? Nem, alaposan veszek át mindent. Alaposan? Alaposan mindent. Van olyan tantárgy, amivel meggyűlik a bajod? Hát, konkrétabban nem. Most a fizikával egy kicsi nem vagyok én a reáltantárgyaknak a szerelmese, de azokkal is megküzdök, amikor megmuszáj. Beszéljünk akkor most már a versekről. Minden nap olvasol verset? Igen. És próbálsz mesét is mondani? Egyáltalán tényleg kitől tanultál mesét mondani? Ugye azt mondtad, hogy senkitől. De nyilván, hogy azért hallgatsz mesemondókat, igen, és szeretnél valaki nagyon sok mesemondót hallgatok, és még anyukámnak is szoktam másiket mondani, és ő így kiavít, és próbál a jót feleterelni. Édesanyád segít? Igen. Édesapád? Mit szól ahhoz, hogy mindig magyar verseket, meg meséket hall otthon? Hát ő semmit, román verseket is szoktam én amúgy. Hát mert szeret téged nyilvánvaló. Egyébként a társaidnak is mesélsz? Most igen, szoktam magyar órákon verset, meséket mondani többieknek. Akkor azt ne is kérdezzem, hogy melyik a kedvenc órád a magyar óra. Igen. A tanítónénéd van? Most? Igen. Nem, most már én 6-os társadalmi, és most már tanáraink vannak. És mit mond a tanárod? Magyar tanár? Igen. Hát azt mondja, hogy jó a nyelvérzékem, és hogy jól tudom a verseket hangsúlyozni, és úgy jól rá tudok jönni, hogy hova milyen hangsúly kell kerüljön, és hogy tehetséges vagyok ebben. Beszéljünk erről a kányádi versről, amit mondtál. Hát én azt mondtam, hogy könnyünk csordult a nevetéstől, elvarázsoltál mindenkit. Ez most megelégedéssel tölt el, ugye? Igen. Engem is elvarázsolt a közönség, nagyon-nagyon. Önérzetes vagy. Igen. Ugye? Tisztában vagy az értékeiddel? Igen. De nem vagy stréber. Nem. Vagy igen? Nem. Jó. Akkor beszéljünk arról, hogy meddig szeretnél eljutni. Hiszen azt már láttuk, hogy tehetséges vagy. Ezt most már többet nem is mondom, hiszen tudod ezt te magadtól. Biztos vagyok benne. Hát én nem szeretnék színésznek menni. Ezt a verseny is olyan hobbinak szeretném megtartani, nem az én apának képzelem el az életemet. Hanem én törvényszéki bíró szeretnék lenni, hogy a törvénybe, a bűnbe, abba. Tehát nem a bűnbe, hanem hogy jó. Elítélni másokat, és én abból képzelni, hogy azt szeretném, azt a fajta életet. Tehát nem ügyvéd, nem ügyész, hanem bíró, aki igen. Dönt. Igen. Általában gyorsan döntesz? Mikor hogy a házát megköveteli. Ilyen egyszerű, vagy ilyen ha gyorsan kell, akkor gyorsan döntök, ha nem, akkor pedig át szoktam rálni magam a dolgokon. Mi mindent csinálsz még a szabadidődben? Hát ugye beszéltünk arról, hogy futballozol. Igen. Ez egy remek sportág. Igen, hát az hétköznap nem nagyon tudok, mert ugye a tanulás leköt, de hétvégén péntek, szombat, vasárnap szoktam a testvéremmel is. Hát edzésekre járok is. Másképp nagyon sokat szoktam olvasni. Tehát játszol az IFI-ben, erről is beszéltünk, tehát egy sportos kisrác. Igen. És még járok, tekvondóra is járogatok néha-néha. Az egy ilyen koreai harcművészet. Az nagyon jó sport szintén. Tehát felelősségre nevel. Igen. Beszéljünk még akkor egy kicsit a magyarról. Amikor elindulsz egy versenyen adott esetben, amikor elkezdesz verset tanulni, hogy választasz magadnak verset? Kik a kedvenceid? Nekem olvasni Petőfi Sándor a kedvencem versetből, de tőle nem szoktam verseket mondani, inkább Kányádi nekem a kedvencem, akitől verseket mondok. Melyik volt az az első vers, ami megragadott, és azt mondtad, hogy ezt el kell mondanod mindenkinek? A nyelges tető. Igen? Igen. Miért? Hát ugye, hogy a székelyekről szól, és a honvédekről, hogy hagytak meg a székelyek, és az nagyon megfogott, és azt gondolta, hogy ezt át kell adjam mindenkinek, ha székely, hanem ezt mindenki át kell érezze, hogy milyen is egy igazi székely ember. Büszke vagy a székely emberekre? Igen. Ha majd egyszer gyermeked lesz, tényleg van ilyen álmod, ugye? Igen. Mert hogy egy tudatos fiú vagy te. Milyen gyereknek neveled?
Hát... Szinte biztos vagyok benne, hogy gondolkodtál már ezen. Igen, gondolkodtam, hát úgy, hogy legyen vallásos, az a legfőbb. A vallásos, azt legyen vallásos, járom misére, imádkozom. Tudjon minél több imád, akkor legyen emberséges, legyen jó ember, úgyhogy szeressék a többi embereknek, én szégyenkezzek, és hát a tanulásba is érne valamit az életben. Ha mondok neked ilyet, hogy magyarságtudat, mi jut róla eszedbe? Azt mindenki kell tudja, mit jelent mindenkinek, meg majd számára mit jelent az, hogy magyarnak lenni. És ezt bátran kimondod? Igen. Amikor felöltöd, felveszed ezt a ruhát, nagyon jó ez a ruha, mutasd be egyébként, mert azt hiszem, hogy a nézők szeretnék tudni. Ez a gyimesi csángó ruha, a legszebb, szerintem szembecén, hogy a legszebb darab rajta, ez a gyimesi bunda. Ezt úgy hívják, hogy csángó bunda. Ez ugye a három községnek megvan a saját maga hímzés, a saját maga motivumai, ez egy gyimes felsőlóki motivum. A második legszebb az az öv, ez a bőröv, ami ilyen bőrből van csinálva kézileg, és az ing is szép, és alá mindig fehér inget kell venni, és hát a cipő az az ilyen félcipő és a nadrág. Tehát makulátlan rajtad minden. Igen. Büszke vagy erre a ruhára? Igen, nagyon-nagyon szeretem, minden nap fel tudnám venni. De nyilván minden nap nem lehet viselni. Nem. Egyébként modern srácnak tartod magad? Tehát haladsz a korral? Hát ugye, nem nagyon szeretem szokni modern haladok a korral. Inkább úgy szeretném ezt a hagyományt őrizni, mert ha mindenki halad a korral, akkor nem marad meg az a szép kincs, ami mindenünk. Nagyon szépen mondtad, és igaz is ez a gondolat. Jó lenne, ha a felnőttek is elgondolkodnának ezen. Milyen zenét hallgatsz? Mert erről még hát nem nagyon szoktam, nagyon sokat szoktam gyümölcsi zenét hallgatni. Szoktam rájuk táncolni, ugye az Erkula János az egyik nagy zeneművészünk, és őtől tőle nagyon sok zenét szoktam hallgatni, de szoktam hallgatni ilyen modern zenéket is. Tehát a népzene az elválaszthatatlan tőled. Igen, nagyon-nagyon megnyújtott, nagyon-nagyon a fülemre való. A népi hangszerek? A népi hangszerek azok nagyon-nagyon tetszenek, de ugye én még csak zongorázni tanulgatok, a népi hangszereken még nem, de azokon is majd megpróbálok játszani, mert nagyon-nagyon tetszenek, nagyon-nagyon szeretem őket. Eljön az a pillanat, amikor majd néptáncolsz és a zenével is foglalkozol? Hát az te is, egy komplex. Az is csak hobbi. De hobbi? Az is, igen. De szoktunk fellépni nálunk a faluba tánca, úgyhogy... A faluban már megszokták, hogy ilyen értelemben te különleges vagy? Dícsérnek? Igen, szoktak, amikor látnak a tévében, most is a Duna Televíziótól vettünk nálunk interjút, és akkor szomszédok jöttek, hogy jaj, milyen ügyesen beszéltél, és jaj, mondál nekem is ezt a verset, és akkor úgy dicsérnek a szomszédok. Ha én most megkérlek téged, hogy ebből a fantasztikus Kányádi versből mondjál négy sort, rögvest az elejét, megteszed nekem? Igen. Na, hadd halljam. Hogy, s hogy nem, de egyszer Kolozsvárra jövet, elveszett az úton, áll a török követ, pedig egyenest az isztambuli öreg szultántól jött volna, ha megjön a követ. Nagy sóhajjal mondom, hogy hallgatnálak. Meddig hallgassunk? Mondjuk egy évig, kettő, amíg fel nem nősz, és nem leszel törvényszéki bíró. Akár addig is hallgatnálak. De hát sajnos erre most nincs időnk. Mit kívánjak neked? Mit kívánjunk neked, mi székesfehérváriak? Hogy maradj nálunk ilyen? Nálunk szokott lenni, hogy a kívánság az, a kívánóra van, bizza nem szólt beleszólni az, akinek kívánnak. Már nem az volt szerencsét hoz. Jó, akkor nem szólok bele, mit kívánjak? Amit akarsz. Rendben van, akkor azt kívánom, hogy maradj ilyen. Maradj ilyen tűzről pattant, mint tűzről pattant lányjal beszélgettem ugye a Renátával nemrégiben. És Oszi, nőj fel, minél gyakrabban látogass el hozzánk, hiszen mi soha nem fogunk elfelejteni. És remélem, hogy találkozunk még. Én is többször. Remélem. Nyilván nem a tárgyalóteremben. Igen. Talán inkább a színpadon. Jó? Köszönöm szépen, fogjunk kezet, szépen hogy felnőtt férfi emberekhez illik. Köszönöm, hogy megtiszteltél bennünket. Kedves nézőinknek pedig köszönöm, hogy megtiszteltek jelenlétükkel, figyelmükkel. Maradjanak továbbra is velünk. Minden jót kívánok. Viszontlátásra. Viszontlátásra.